Prevenció. A hetedikes lányok után a fiúk is megkaphatják az ingyenes HPV elleni védőoltást. Megújult a Tünde utca. Több mint 950 millió forintból korszerűsödött az útszakasz, és készült el hozzá a kerékpárút. Fejlesztések. Megújul a belváros, sportcentrum épül, és a civil szervezeteket is támogatják Tiszavasváriban. A vakcinák rendelkezésre állnak, ősztől indulhatna a fiúk HPV elleni oltása. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A méhnyakrák kialakulásáért is felelős humán papilloma vírus az egész világon elterjedt, a hetedikes lányok szülei közül pedig az elmúlt években egyre többen kérték az ingyenes oltást. Döntés ugyan még nincs arról, hogy a fiúk is megkapják a vakcinát, de a feltételek adottak. Egy gyors szúrás, csak pár másodperc kellemetlenséget jelent egy védőoltás. A hetedikes lányok 2014 óta kérhetik ingyenesen a HPV elleni vakcinát. A tervek szerint pedig akár már ősszel elkezdődhet az ugyanilyen korú fiúk oltása is a vírus ellen. Az oltóanyag ugyanis rendelkezésre áll a vakcina tenderben. Sokan a méhnyakrákkal azonosítják a betegséget. A magyar nőknél második leggyakoribb nemi szervi daganat azonban csak az egyik lehetséges következménye. Humán papilloma vírus fertőzéssel szemben védünk, és ez pedig sokkal szélesebb. És hála Istennek már van olyan oltóanyag, ami több törzset tartalmaz, mint amik korábbiak, és ezért már nem csak a rákos megbetegedéseket tudja kivédeni, hanem akár a szemölcsöket is. Azt gondolom, hogy szinte minden néző átfertőződött, vagy volt már szemölcse ugye, a testén, és ezeknek a védőoltásnak az eredményeként a szemölcsök nagy része sem jelenik meg. A HPV az egész világon elterjedt vírusfajta, több mint 100 változata van. Ezek nagy része pedig rákos megbetegedést idézhet elő. Az oltás ezeket tudná kivédeni, ha időben adják be még azelőtt, hogy a szervezet találkozna a fertőzéssel. A hetedikes lányok szülei közül egyébként egyre többen igénylik az önkéntes oltást, amelynek komoly eredménye van, sokkal kevesebb megbetegedés van azóta körükben. És mivel a HPV szexuális úton terjed, fontos, hogy ne csak a lányokat, hanem a fiúkat is védjék. Hogyha nem viszi tovább a vírust a fiú, ugye, mert ő védett, akkor már nem fertőződik meg a kislány, meg azt tudni kell, hogy a férfiaknál a végbélrák, a béldaganatok egy jó része, a szájdaganatok egy jó része humán papilloma vírus eredetű. Tehát ott is van mit csinálni, védeni, tehát nem csak az is szép dolog, hogy a nőket védik ezáltal, hogy a férfiak ugye is védelembe részesülnek, meg önmaguk is kevesebb beteg lehetőségük van. A gyógyszergyártó 3,4 milliárd forint értékben 120 ezer vakcinát, valamint 2020 márciusáig opcionálisan további 160 ezer oltóanyagot biztosít a 12 évesek, humán papilloma vírus elleni védőoltásához. Így, ha az egészségügyi kormányzat úgy dönt, akár már a következő tanévtől elkezdődhet a fiúk ingyenes oltása. Ők ugyanazt a hatóanyagú vakcinát kapnák meg, mint a lányok. Közel 952 millió forintos Európai Uniós pályázati forrás segítségével teljesen megújult a Tünde utca. A beruházás részeként mintegy 2,5 kilométer hosszú gyalogos és kerékpárút is megépült a Debreceni úti csomóponttól a Kálói útig. A fejlesztés nem csak a közlekedést teszi biztonságosabbá és gyorsabbá, de javítja a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit is. Már biztonságosan és kényelmesen közlekednek a Tünde utca 2,5 kilométer hosszú kerékpárútján. A 60-as évek elején épült meg Nyíregyháza déli területén a legnagyobb forgalmat lebonyolító utca, amelynek szerkezete azóta teljesen elhasználódott, és a kerékpáros, valamint gyalogos közlekedés sem volt megfelelően biztosítva.
A Tünde út felújítására nagy szükség volt, mire a déli részen ő bonyolítja a legnagyobb forgalmat le, és külön öröm, hogy elkészült a kerékpárút, ami az itt élőknek megkönnyíti a városközpont irányba való közlekedését, mivel egy rendszer része lesz, amennyiben elkészül a Debrecen úti szakasz, és átadásra kerül, csatlakozik a Kígyó utcai csomóponthoz, és innen már elérhető a belváros. A közel 952 millió forintos Európai Uniós pályázati források segítségével megvalósult beruházás nem csak azért fontos, mert így a környéken élőket is be tudták vonni a kerékpáros közlekedésbe, hanem a terület adottsága miatt is. Ugyanis 75 cég, köztük hatalmas ipari nagyvállalatok működnek ezen az utcán. Az a tapasztalat, hogy a dolgozóink számára a munkahelyre való bejutás és a logisztika az nagyon fontos szempont lett. Tehát ebből a szempontból mi már éveleje óta 11 buszjáratot üzemeltetünk, de változatlanul nagyon sokan vannak, akik vagy vonattal, vagy busszal jönnek be az állomásig, és onnan biciklivel jönnek ki hozzánk. Nekik ez egy nagyon értékes beruházás, az, hogy biztonságban tudnak eljutni hozzánk, és biztonságban tudnak hazamenni a családjaikhoz. Az érdeklődés semmi nem mutatja jobban, mint hogy a háttérben látható biciklitárolónkat úgy néz ki, hogy pár héttel a beruházás befejezése után már úgy néz ki, hogy duplázni kell. A most kiépült kerékpárút szakasz része annak a 8 kilométeres rendszernek, amely a Kígyó utcától indul, a debreceni, Tünde, Kállói és Szent István utcán keresztül a Kert utcáig tart. A teljes nyíregyházi kerékpárút hálózat így már több mint 71 kilométer hosszú. Emellett pedig az autósok közlekedése is hamarosan javulni fog. Holnap is indul több felújítás. Egyrészt a Tiszavasvári szélsőbokori útnál megkezdődik a körforgalom építése, amire szintén nagyon nagy szükség van. Másrészt a Rákóczi úton és a Vasvári Pál úton indul a felújítás. Minden felújításnál fontos szempont a munkaerő mobilitás infrastruktúrális feltételeinek elősegítése, valamint a közúti, gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságjavítása. Megújul a belváros, sportcentrum épül és a civil szervezeteket is támogatják. Sajtótájékoztatón jelentették be Tiszavasvári település korszerűsítéseit. A városban felújítottak 12 útszakaszt, kiépítik az ingyenes wifi hálózatot, és az illegális hulladék lerakók felszámolására is nyertek pályázati forrást. A járás központban már kijelölték a tanúszoda helyét is, a közeljövőben a sport létesítmény alapkövét is elhelyezhetik. Tiszavasváriban közel 14 ezeren élnek. A város fejlesztése kiemelt fontosságú az itt lakók életszínvonalának javítása érdekében. A térség országgyűlési képviselője kettő induló nagyberuházást is bejelentett a csütörtöki sajtótájékoztatón. Az egyik a tanúszoda program, amelynek a költségvetése megvan, tehát az állam fogja fölépíteni. Az önkormányzatnak annyi dolga volt, hogy egy telket adjon, de ez is már húzódott régebben, a korábbi polgármester úr és a testület nehezen találta meg ezt a helyet, de most tudtunk egyet előre lépni. Reményeink szerint minden hamarabb elindult ez a fejlesztés, tehát ez annak a programnak a része, hogy minden járási székhelyen épüljön tanúszoda. Tehát a gyerekek itt úszhatnak, megtanulhatnak úszni, a mindennapos testnevelés is kivált, és a környékbeli települések gyereke is megjelenhetnek, ezáltal Tiszavasvári szerep erősödik. A másik pedig a Zöld Város program, amely nem nyert korábban, mert több olyan eleme volt, ami nem volt támogatható, vagy nem volt támogatásra javasolható. Az elmúlt évek munkájának köszönhetően azonban mégis sikerült elnyerni egy közel 370 millió forint összegű támogatást. Ebből energetikai korszerűsítést hajtanak végre a találkozások házában, sportközpont és műfűves focipálya épül, megújul a városi piac és környéke, a strand közelében pedig egy 90 fős parkolót is kiépítenek, és utakat is korszerűsítenek. Az elmúlt időszakban mintegy 23 millió forintból 12 belterületi út újult meg. Illegális hulladék lerakó felszámolására 3 millió forintot nyert a város, illetve hamarosan kiépül az ingyenes wifi hálózat is. További 85 millió forint uniós forrásból pedig a találkozások házánál közösségi tér és kondipark épül, valamint mobil színpadot, hang- és fénytechnikát is vásárolnak.
Tavaly szeptember óta nagyon komoly munkát végeztünk képviselő úrral, sírból hoztunk vissza pályázatokat, és intézzük olyan pályázatoknak a sorsát, amik valamilyen okból kifolyólag eddig nem nyertek támogatást. Amivel talán kezdeném, és a közösségépítés lényegét próbálnám bemutatni, hogy Tiszavasváriban eddig nem volt jellemző az, hogy Tiszavasváriért jótékonykodjon az önkormányzat, Tiszavasváriért szervezzen jótékonysági rendezvényt vagy bált, és mi elhatároztam, hogy egy ilyen jótékonysági bállal indítjuk az idei évet, és a Tiszavasvári jótékonysági bált megszerveztük, aminek nagyon-nagyon jó visszhangja volt, és egy olyan támogatási összeget tudtunk biztosítani a civil alapunkba, a civil szervezetek támogatására, amire eddig még nem volt példa. Közel 1.400.000 forint gyűlt össze a bál bevételéből és egyéb támogatóktól, és ezeket most fogjuk a beérkezett pályázatok alapján elbírálni és kiosztani a helyi civil szervezeteknek. Szűke Zoltán tavaly szeptembertől vezeti a várost. Az októberi önkormányzati választásokon a Fidesz hivatalosan is újra a jelenlegi polgármestert indítja majd, ha sikerül összegyűjtenie a megfelelő számú támogatói aláírást, tette hozzá Vinnai Győző. A gazdaságfejlesztésről és a testvérvárosi kapcsolatokról is egyeztetett Nyíregyháza polgármestere és a német nagykövet helyettes. A tanácsos meglátogatta a német érdekeltségű vállalatokat is, pozitívan nyilatkozott a város infrastruktúrájáról, valamint az utak állapotát és a régi épületek felújítását is dicsérte. Először járt Nyíregyházán Németország budapesti nagykövetének állandó helyettese, akit csütörtökön a város polgármestere is vendégül látott. Beszélgetésük során szó esett a gazdaságfejlesztésről és az ehhez kapcsolódó szakképzésről, a megyeszékhelyen működő német cégekről és testvérvárosi kapcsolatokról, a városfejlesztési tervekről és a közlekedési infrastruktúráról is. Klaus Dieter Streicher tetszését több dolog is elnyerte Nyíregyházán. Der erste Eindruck war sehr positiv und ich habe Ami feltűnő, ez kétségtelenül a jó kiépített infrastruktúra. Tehát az a benyomásom a város, hogy ez egy jó menő város. A korábbi évtizedekből itt maradt épületek is szépen fel vannak újítva. Az utak néha sokkal jobbak, mint a fővárosban, de hát ahhoz, hogy ezt meg tudja mit élni, majd egy következő alkalommal hosszabb időt kell részletekkel is eltöltenem. A polgármesterrel kitértek a város Debrecennel való kapcsolatára is, ami a BMW gyár megvalósulása esetén tovább mélyülhet, hiszen várhatóan sok beszállítóra, szolgáltatóra lesz szükség az egész régióból. A nyíregyházi katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint június 25-én, 26-án és 27-én 9 órától a Nyíregyházán található polgári védelmi lakossági riasztó és tájékoztató eszközök hangos üzempróbáját végzik, amelynek során 30 másodperces folyamatos állandó hangmagasságú sziréna hangot, 30 másodperc szünet követ, majd újból 30 másodperces folyamatos állandó hangmagasságú sziréna hang riadó elmúlt jelzést adnak le. A hangos próba célja, hogy ellenőrizzék a riasztóeszközök működőképességét. A jelzéseket ellenőrzés keretében adják le, azok semmilyen veszélybe következtét nem jelzik. A lakosság részéről semmiféle teendő nem szükséges. Összesen 1,4 millió forinttal segítette nyíregyházi fiatalok tovább tanulását a rászoruló hallgatókért közalapítvány. A pályázóknak több feltételnek kellett megfelelniük, végül 27-ből 26 egyetemistának ítélték meg a támogatást. Ők egyenként több 10 000 forintot kaptak. Szerda délután nem képviselők, hanem egyetemi hallgatók foglalták el a Városháza Krúdi termének székeit. A Nyíregyházi Önkormányzat rászoruló hallgatókért közalapítványa már évek óta támogat fiatalokat, hogy ennek segítségével folytathassák felsőfokú tanulmányaikat. A most sikeresen pályázók a kuratórium tagjaitól vehették át a számukra megítélt pénzösszeget. E fél évben meghirdetett pályázatainkra 27 pályázó adta be pályázati anyagát, ebből 26 pályázót tartott érdemesnek a kuratórium arra, hogy támogassuk, hiszen ők megfeleltek a pályázati feltételeknek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 26 pályázónak fogunk átadni ma pénzdíjakat. Nagyságrendileg 30 és 60 ezer forint közötti összegekről beszélhetünk. Ez összességében mintegy 1 400 000 forintnak megfelelő össztámogatása 26 hallgató vonatkozásában.
Minden bizonnyal a vizsgaidőszak miatt nem tudtak mindannyian jelen lenni a támogatás átadásánál. Akik viszont ott voltak, személyigazolványok bemutatásával vehették át a borítékot. Ez a lány az ELTE-n tanul logopédia szakon, 5 másodjára segítették a pályázat keretében 40 000 forinttal. Nagyon sok segítséget jelent, hiszen ezzel tudom finanszírozni az egyetemhez szükséges könyveimet, amik nagyon sokba kerülnek ezen a szakon. A fiatalok május 10-ig pályázhattak. Az 1996 óta működő kuratórium kiírásán több kritériumnak kellett megfelelniük. Jelen szemeszterben legalább 5 éve nyíregyházi lakójára rendelkezik a pályázó. Az egyfőre eső jövedelem korlát meg van határozva, ami alatt kell, hogy legyen a jelentkezőnek a családjában, illetve jó tanulónak kell lenni, tehát az azt jelenti, hogy befejezett félévnek kell lenni, és legalább 3,5-ös, vagy a fölötti átlagnak kell rendelkeznie, és ehhez mérjük a támogatásnak az összegét, és legyen benne egy kis ösztönző jelleg is. És van egy olyan célunk is, miszerint szeretnénk jelezni a hallgatóknak, hogy Nyíregyháza számít rájuk, támogatja őket, és visszavárja. Az alpolgármester hozzátette, munka lehetőségek biztosításával is szeretnék elérni, hogy a fiatalok, ha egy időre el is mennek máshová, végül Nyíregyházán telepedjenek le. Az évente 2-szer megítélt támogatásra egyébként egyre kevesebben jelentkeznek, ezért Jászai Menyhér szerint a jövőben bővíthetik a lehetséges pályázók körét, például a jövedelem határ növelésével, vagy a középiskolások felé való nyitással. Két játékosával is szerződést hosszabbított a Fátum Nyíregyháza. A válogatott libero Tóth Fruzsina és a szintén a válogatottal készülő Varga Eliza a következő szezonban is a kupagyőztes, bajnoki ezüstérmes csapatban szerepel majd. Lassan körvonalazódik, hogy milyen szakmai stábbal és milyen játékos kerettel vág majd neki a következő szezonnak a Fátum Nyíregyháza. Az már biztos, hogy a vezetőedző Hollósi László marad, a segítői poszton viszont Horváth András, Németh Szabolcs váltja. Csapatmenedzserként Veres Péter tevékenykedik majd, neki többek között a keret kialakításában is szerepet kell vállalnia. Az elmúlt szezont követően 5 légiós, Jasmine White, Daniel Brisbois, Sanya Kalicin, Tatja Matic és Alison Mayfield távozott, valamint Ancsin Kitti is másutt folytatja pályafutását. Érkezési oldalon a legutóbb Jászberényben szereplő válogatott center Pintér Andrea neve szerepel. 14 évig játszottam a Jászberény csapatával, 1-2 éves kitérővel, de konkrétan ott nőttem fel, ugye. Hát nehéz döntésem volt, de úgy gondoltam, hogy már kellett ez a döntés, hiszen azért a változás az mindig jó, illetve egy olyan csapatban igazolok, ahol az eredmények is számítanak. Ez a város is egy kicsit nyugodtabb környezet, ami számomra fontos. Annyira nem vonz ez a pesti élet, a nagy nyüzsgés, és itt úgy gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy tényleg a maga sportban bele tudjunk tenni 100%-os munkát. A héten újabb 2 játékos kötelezte el magát Nyíregyháza, pontosabban a közös folytatás mellett. A válogatott libero Tóth Fruzsina és a válogatottal készülő, de a nemzeti csapatban egyelőre még nem szerepeltethető Varga Eliza is aláírt a következő szezonra. A vezetők tárgyalnak több külföldi játékossal is, közülük van, akivel már egészen közel állnak a megállapodáshoz. A 6. helyen zárta a bajnokságot a megyei első osztályban a Vásárosnaményi futballcsapat. A Dudás Zoltán által irányított együttes 14 győzelem mellett 7 döntetlent játszott és 9-szer szenvedett vereséget. Az előző szezonban elért 4. helyezést követően a dobogót megcélozva vágott neki a 2018-19-es bajnokságnak a Vásárosnaményi csapat. Fél időben 50%-os teljesítménnyel a 8. helyen állt a Dudás Zoltán által irányított gárda. A tavasz már jobban sikerült, így 2 helyet előrelépett a tabellán a Namény, de ez a szereplés is a megszerzett 49 pont végül a 6. helyhez volt elegendő. A idei szereplésünk összességében csalódás, de azért ne legyünk pesszimisták, hiszen voltak szenzációs mérkőzéseink, és hogyha a táblázatra tekintünk, akkor látjuk azt, hogy több előttünk lévő csapatot tudtunk legyőzni, jó meccseken, jó mérkőzéseket játszva, ugyanakkor ami elgondolkodtató, hogy azért a mögöttünk lévő csapatok időnként megtréfáltak bennünket. Hát ezért váltunk erős középcsapattá, hiszem azt, hogy a jövőben is meg lesz a csapatnak a
fedezet arra, hogy tudjunk hatékonyan és normálisan focizni. A focistáknak csak a játékkal kelljen foglalkozni, a hátteret pedig teremtse meg az elnökség. Mint az egyesület elnöke elmondta, biztosítottnak látszik a felnőtt csapat utánpótlása, az U19-es együttes ugyanis bajnoki címet szerzett a megyei első osztályban. Két játékos időnként már lehetőséget kapott, Barta Ferenc és Berez Gábor, ők éltek is ezzel, hiszen érdekes, hogy keretes szerkezetű volt a tavaszunk, hiszen az első mérkőzésen pont Barta Feri döntötte el a Nagyesed elleni meccsünket, győztes gólt szerzett, az utolsó meccsen a 4 perccel azelőtt beállt Berez Gábor góljával sikerült győznünk Balkány ellen, hiszen hogy 2-3 játékost be tudunk építeni, nyilván lesz mozgás a játékos keretben, de hogy a tegnap esti elnökségén megfogalmazódott, minél kisebb mozgással szeretnénk összeállni és összerakni a csapatot jövőre, hiszen ez a csapat igazából tavaszra állt össze, és győztes keretet ne változtass, bármennyire is keserű kicsikét a szánk íze, azért az alap megvan, a helyi játékosaink megvannak, és nagyon büszke vagyok arra a VS elnökeként, hogy a megyei első osztályban büszkén mondhatjuk el, a legtöbb hazai játékos a Vásáros Nemese csapatában szerepel. A Vásáros Neményi csapat a többi megyei első osztályú együtteshez hasonlóan július elején kezdi majd el a felkészülést a következő szezonra. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Ősztől a fiúkat is oldhatják HPV ellen. Döntés még nincs az ügyben, a vakcinák ugyanakkor rendelkezésre állnak. A méhnyakrákért is felelős humán papilloma vírus az egész világon elterjedt. A 7. lányok szülei közül pedig az elmúlt években egyre többen kérték az ingyenes oltást. Mivel a HPV szexuális úton terjed, fontos, hogy ne csak a lányokat, hanem a fiúkat is védjék. 2 darab összesen közel 952 millió forintos Európai Uniós pályázati forrás segítségével teljesen megújult a Tünde utca. A beruházás részeként mintegy 2,5 kilométer hosszú gyalogos és kerékpárút is megépült a Debreceni úti csomóponttól a Kálói útig. A fejlesztés nem csak a közlekedést teszi biztonságosabbá és gyorsabbá, de javítja a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit is. Megújul a belváros, sportcentrum épül és a civil szervezeteket is támogatják. Sajtótájékoztatón jelentették be tiszavasvári település korszerűsítéseit. A városban felújítottak 12 útszakaszt, kiépítik az ingyenes wifi hálózatot, és az illegális hulladéklerakók felszámolására is nyertek pályázati forrást. A járásközpontban már kijelölték a tanúszoda helyét is, a közeljövőben a sportlétesítmény alapkövét is elhelyezhetik. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 20-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Péntek reggelig erőteljes gomoly felhőképződés várható. Egyre több felé valószínű zápor, zivatar, amelyet néhol felhőszakadás, jégeső is kísérhet, majd éjszaka átmenetileg csökken a csapadékhajlam. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 fok körül alakul. Péntek estig erőteljes nappali gomoly felhő képződés várható, többfelé valószínű zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A változó irányú szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul. A hétvégén egy gyenge, hullámzó frontzóna alakítja időjárásunkat, emiatt továbbra is sokfelé kell záporra, zivatarra számítani, amelyet néhol felhőszakadás, jégeső is kísérhet. A jövő héten szárazabb léghullámok érkeznek, egyre kevesebb helyen fordulhat elő csapadék, és egyre nagyobb területen várható kánikula.